Van manapság még egy nagyon fontos szempont, ez pedig a gyorsaság. Ugye manapság, hogyha eldöntik, hogy felépítenek egy irodaházat, vagy egy gazdasági objektumot, vagy akár lakóházat, és akkor általában az, aki ezt eldönti, és megvan rá ugye természetesen az anyagi fedezete is, akkor nem szeretne már éveket várni arra, hogy ez a ház elkészüljön, hanem azt szeretné, hogyha minél előbb elkészüljön, és itt is olyan dolgokról tudunk azt hiszem beszámolni, hogy szinte hihetetlen, hogy milyen gyorsan fel lehet ezt építeni. Igen. A mi mestereink, tehát a szakbrigád, aki csinálja, aki ezeket rakja, ugye, azt tudom mondani, hogy mindig szeretnék beszélni a 100 négyzetméteres épületből, de hát azt jelentene, hogy 12-15 napig az ilyen ház tető alatt van. Azt mit jelent? De hát valaki, aki szeretné ilyen házat megcsinálni ebből az anyagokból, azt jelenti, hogy hozzánk fordul, megcsináljuk ugye a bizonyos papírokat, mind amik ő, a projektumokat, a statikai kivizsgálás az egészet, megrendeljük arra kölyt 12-3 nap, hogy megjön az országba, begyögyön az anyag, már úgy szabva azra ugye az objektumra, és akkor ez a úgy számoljuk, hogy 12-15 napig 100 négyzetméteret tető alá tudjuk tenni. Persze a mi KFT-nk olyan is, hogy az összes többi munkát is tudjuk fejezni, de hát azt illeti a csempéket, ugye a fűtést, a villanyt, az egészet, úgyhogy arra még ráköszönöm mondani egy pár napot, de hát nagyon gyors a hulladék nélkül, és nem történik meg az, ami nagyon jó tudjuk, hogy mikor jönnek a kőművesek, akkor mindig az van, hogy hú, meg ez hiányzik, meg amaz hiányzik, meg hát ebből meg ez van, meg nagyon sok a hulladék, meg mit csinálunk vele, hova visszük, hova rakjuk le. Hulladék nélkül dolgozunk, gyorsan dolgozunk, és mikor megcsináljuk azt az valami úgynevezett előszámlát, ugye erre a házra, vagy az épületre, akkor ez a végleges. És nagyon vigyázzunk oda, amikor ott vannak az embereik, ott vagyunk, ott vannak a mérnök urak, a kollégák, de hát azt hiszem, hogy tehát tulajdonképpen, hogyha nem számoljuk azt az időt, ugye, ami sajnos ebben az országban még mindig nem olyan rövid idő, amikor az építési engedélyre vonatkozó kérelmet az ember átadja, és hogy meg is kapja ezt az építési engedélyt, akkor praktikusan azt mondhatjuk, hogy egy átlagos családi házat körülbelül 2 hét alatt felépítenek. Igaza van, persze. Azt kell tudni, én az egyik műsorban azt mondtam, hogy 184 országból a Szerbia most jelen per 176. helyen van a gyorsaságban, hogy mennyi papír, meg ennyi idő, meg mennyi rohanás kell, hogy megkapjuk azt a papírt, az engedélyt az építkezésre. Remélem, hogy nagyon változni fog ez, mert ez így nem megy messzebbre, ugye, hanem ittán változni kell ezeknek a szabályoknak, és remélem, hogy az idén most már valamivel előrébb leszünk, hogyha igaz azt, amit ígérnek. Erre egyébként önöknek, mint építkezési cégnek nincs is nagy befolyása, ugye, hogy az állami adminisztráció vagy bürokrácia milyen lassan dolgozik, viszont más egyéb dolgokra van befolyásuk, és ha jól tudom, akkor ugye azért az engedélyeztetés folyamatában akadályok nem állhatnak fenn, ugyanis hát az Európai Uniós szabványoknak is megfelelnek ezek az építkezések. Persze, megfelelnek biztos, mert hát mondom, az anyagok, meg az egész rendszer ki van vizsgázva a laboratóriumban, az Európai Unió laboratóriumban is. Megkaptuk az összes engedélyket, de hát ezek szónak az összországnak, ami csak létezik, ez el van ismerve mindenhol. Úgyhogy persze, azt is szeretném elmondani ebben, hogy az ilyen épületekre, hogyha felépítsük ugye az egészet, 100 éves garanciát adunk erre. Az illetőnek egy kis CD-n, ugye az össze van rakva az egész, a terv, az engedély, a száma, a kivitelező, hogy mikor kezd, de meg hogy megy a villany, mert nagyon sokszor megtörtént az, hogy nem tudom, ide föl tudok tenni valami képet, itt megy az áram, nem itt megy, de hát ezek is el van, de hát akármi, mikor beteszik azt a CD-t, meg lehet nézni, hun megy, és mindig meg lehet, hogyha akármilyen, meg lehet látni, hogy hun vannak a vezetékek, ugye?
Magáról az alapanyagról, tehát erről az említett polisztirol, habbetonról mit tudunk még elárulni? A múltban tudjuk azt, hogy jelentek meg bizonyos újdonságnak számító építkezési alapanyagok, melyekről később kiderült, hogy esetleg káros sugárzásuk van, vagy valami hasonló. Azt hiszem, hogy ebben az esetben nem áll fenn ilyen veszély, és hát ha jól következtetek így laikusként, akkor ez tulajdonképpen valamiféle olyasféle habar, ugye, ami műanyagot is tartalmaz. Persze, tartalmaz, de hát ugye ez egy kis titka is van az egészben, ugye. Ezeket a panelokat, meg az összes anyagokat az osztráki cég 1963-4 gyártsa már, de hát nem ebbe a formába, ahogy gyártotta. Mikor megjelentünk a piacon, ugye, akkor egy kicsit átalakítottuk a formáját, hogy kinézzen, ugye, az egész, úgyhogy ez már működik Osztrákokban, meg egész Európában, ebből csinálják a nép, ugye, meg ittán főkül, hogy ismerjék ezeket az új anyagokat a nép, mert hát ugye a mentalitás is olyan, mert valami újat a piacra kihozni, erre egy bizonyos időkő az egészre, meg nagyon sokan azt mondják, hogy jó, igen, nagyon szép, meg jó, de hát a tégla az tégla, de hát mi azon ügyekszünk, hogy elmondjuk ugye először a szakmának, de hát az építési bíróknak, az építési mérnököknek, a kivételezőknek, hogy megmagyarázzuk, hogy miről van szó, és el szeretném mondani, hogy nagyon sok helyen, de hát a volt jugoszláviai előadásokat is tartottunk erről, a minisztériumtól megismert, de hát sehol nem találtunk valamit, ahol azt lehetne mondani, hogy hát ez valami gond volna, vagy valami problémája van, mert mindenki az, jó, hát ez így nagyon ideális, de biztos ennek is van valami, de hát nagyon ezt el tudom mondani, hogy hát még nem találtuk meg, hogy valami baja legyen ennek az anyagnak, meg a rendszernek. Ugye nagyon sokan már külföldön nagyon gondolkoznak azon, hogy miből építenik a házat, a családi házakat, az objektumokat, meg a satöbbit, mert azt kellene is tudni, hogy az energia az minden nap drágább is drágább. Azt lehet hallani, hogy megdrágult a gáz, megdrágult a villany, most is említik, hogy az villany fölmegy majd 10%-ra még. De hát az energia csak a jövőben, csak drágább is lett, drágább is. És nagyon, nem már külföldön nagyon gondolkoznak is, hogy hon is lehetne megspórolni, hát ez az ilyen házakban élni, ez egy spórolás, de hát ez biztos, mert kiszámoltuk, hogy egy hagyományos téglából felépített 100 négyzetméteres ház, hogyha összehasonlítsuk a miánk a 100 négyzetméteresbe, a mi házunk 100 négyzetméteres házunk egy évre megspórol 19 meg 20 ezer kilowattórát. Tehát ez egy nagyon nagy adag, de hát ezt nem kell kidobni, ezt megmarad a budzsetba, de hát megmarad a pénz az embernek a zsebibe, de hát ebben nagyon tudnak spórolni, pláne a fiatal házas párok vagy, aki egy hát családi házba kell, hogy éljen, vagy ugye, hogy egy, nem tudom, 50-60-100 évig, hát ezt, hogyha éven megspórolunk 19 meg 20 ezer kilovacsot, azt csak megszámoljuk dinárba, ugye, hát az nagyon nagy összeg azért. Lényegében ugye tehát mindenkinek ajánlható, aki családi házat szeretne építeni, annak is, de irodaházak, gazdasági objektumok, minden egyéb épület felépítésére nagyon igen, alkalmas és ajánlatos, igen, ez. Mikor beszéltünk egy pár helyen, ugye akkor mindig azt mondtam, hogy az ilyenek, mind az óvodák, ugye meg iskolák, ezek az objektumok, ezek az épületek valami pénzből megynek a községből, ugye. Hát nem mindegy annak a községnek is, hogy mennyi pénzt ad egy fűtésre egy óvodának, vagy egy iskolának, most ennyi összeg volna, vagy ennyi, de hát erről is már külföldön nagyon gondolkoznak az egészről, és sajnos csak a tapasztalataim az, ami külföldön történik, mert hát ott a nagyon sokat dolgozunk, itt meg azon dolgozunk, most meg azon vagyunk, hogy ezt tehát bemutassuk a népnek járra, ugye Szerbiában, meg a többiek részében. Napokig tudnánk még beszélgetni az energiahatékonyságról és a Lögland
technológia előnyeiről is, de hát sajnos műsoridőnk is véges. Úgyhogy végezetül akkor mondjuk ezt el azt a kedves nézőknek, hogy akit esetleg még bővebben érdekelnek ezek a dolgok, hol tud informálódni, tehát gondolom, hogy az interneten keresztül is elérhetőek, és vannak egyéb elérhetőségi módjaik is. Persze, most Szabadkán vagyunk, a telefonszáma az 554-616, ott tudnak érdeklődni, ott tudnak ugye eljönni akármikor, amikor megbeszéljük. A Matija Gubec utca 63-as szám alatt vagyunk, és megkérem a kedves nézőket, nézzék meg, aki ugye bírja a weboldalunkat, az még www.loegland.rs. Tehát ezen az oldalon abszolút mindent meg tudnak nézni, a technológiát, meg az egészről, amiről beszéltünk, meg nem is beszéltünk. Tehát tulajdonképpen ugye még erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi magyarul, és hát a német is Loegland-nek ejti, de maga a weboldal címe az óbetűvel van írva, tehát Loegland. Mai műsorom vendége volt Mirko Prcsics, az említett Loegland Kft. Eladási részlegének a menedzsere, akinek köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk, és hogy ezeket a hasznos tudnivalókat megosztotta velem és a nézőkkel, hallgatókkal.